A Gyermekek a gyermekekért című ajándékgyűjtő és adományozási akciót a Városi Diák Önkormányzat találta ki és szervezte meg. A Városi Diák Önkormányzat szervezte ezt a mai ünnepséget az önkormányzat felkarolásával. Az ajándékokat a városban lévő iskolák gyűjtötték és óvodák egyaránt, és ezáltal gyűltek össze az ajándékok a rászoruló gyermekeknek, amit még a Városi Diák Önkormányzat tovább csomagolt névre kiosztva. 440 gyermek van, aki jön ma a gálára. A műsorban hát természetesen a gyermekek köszöntés, és emellett a Jászai Mari Társulatának Padlás című darabba lesz majd előadva egy 20 perc, egy kisebb rész belőle. A megjelent gyermekeket és az ajándékokat összegyűjtő intézmények vezetőit Schmidt Csaba polgármester köszöntötte. A karácsony ünnepe az a szeretetről szól, arról, hogy figyelmesek, megértőek legyünk egymással, és hogy mindenki számára ünnepet tudjunk varázsolni. És ebben segít nekünk ez a kezdeményezés, a Városi Diák Önkormányzatnak az összefogása az, hogy ők nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is lehet feladata ebben, ők is tudnak segíteni abban, hogy a osztálytársaiknak, barátaiknak, más iskolákban tanulók számára segítséget, ajándékot tudnak biztosítani, hiszen mindenki, aki ebben a programban részt vesz, az megtapasztalhatja, hogy milyen jó dolog adni, talán jobb dolog, mint kapni. Hiszen az az öröm, az a mosoly, amit egy-egy ajándék átadásakor kapunk, az az ajándékozónak egy ajándék, és olyan ajándék, amit sosem fog elfelejteni. A műsorban a Jászai Mari Színház népház művészei adtak elő részleteket a Paddás című musicalből.